Több mint 1,5 milliárdos, harmadik kerületi fejlesztésekhez járul hozzá a kormány. Hangzott el Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a kerület országgyűlési képviselője és Búzs Balázs Óbuda-Békásmegyer polgármesterének tájékoztatóján. A tárcavezető jelentette be a fejlesztési támogatást, és arról is beszélt, hogy a kormány minek köszönhetően tudja biztosítani az összeget. Szigorú költségvetési politikának és a jó gazdálkodásnak köszönhetően állt elő az a helyzet a tavalyi évvégi költségvetésben, hogy többletforrások keletkeztek, és ennek kapcsán döntött a kormány úgy, hogy többlettámogatást biztosít különböző ágazatok, különböző területek fejlesztésére. Összességében 18 milliárd forintos többlettámogatásról tudtunk dönteni az önkormányzatok esetében. Ebből az összegből 1 milliárd 595 millió forint jut Óbuda Békásmegyeri fejlesztések megvalósítására. Búzs Balázs polgármester részletezte a fejlesztéseket, ezekből a legfontosabbnak tartja a Heltai téri piac felújítását. Nagyon örülök, hogy a kormány is emellé a projekt mellé áll, a Békásmegyeri piacnak, vásárcsarnoknak a megújítása, tekintve, hogy ez 1980 körül épült, és jelentős felújításra nem esett át, több mint 30 ezer ember életének az ellátásáról gondoskodik, nagyon fontosnak tartjuk ennek a felújítását, ami ez a kormány most biztosította azokat a forrásokat. Most egy nagyobb volt, de a korábbi évek költségvetésében a tervezésre már kaptunk forrásokat, hogy el tudunk indulni ezzel a projekttel. A teljes piacberuházás 4 milliárd forintba kerül majd. A fejlesztés első ütemét tudják most megvalósítani. A piactól nem messze, a térközpályázatnak köszönhetően 600 millió forintból megújítják a Heltai Jenő tér, Magyar József utca, Bálint György utca, Füst Milán utca által határolt sétányt és parkot. A másik nagy fejlesztés a harmadik kerületi torna és vívóegylet pályáinak felújítása lesz. Itt egy úszodát is felépítenek. Durván 1,5 milliárdos projektről beszélünk, aminek a 30%-os önrészét vállalta az önkormányzat, és így az állami segítségével ez a projekt is meg fog tudni valósulni. A kormány támogatásával az önkormányzat ezen kívül a Bécsi út, Váradi út csomóponttól egy új főút kialakítását is tervezi. Búzs Balázs polgármester azt is bejelentette, hogy még ebben az évben elvégzik az Árpád gimnázium teljes nyílászáró cseréjét, de a tervek között szerepel egy új iskolai tornaterem építése is.